Sziasztok, Dani vagyok. A héten sajnos nem dolgozunk, mert elég vacak az idő, és a főnök kiírt egész hétre Szabira, úgyhogy most van időm egy olyan dolgot megcsinálni, amit már nagyon régen szerettem volna. Már talán egy éve kaptam egy táblázatot, amit itt láttok a gépemen. Ez egy ilyen tetőtervező segédlet, amibe néhány alapadatot, ha beírunk, akkor egy egyszerű tetőnek a szarufa hosszát, a kármi méreteit, az élszarufának a hosszát és azoknak a kármi méreteit, meg egy-két apróságot még ki lehet számolni, illetve kiszámol ez a táblázat. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, és le is ellenőrizhetnénk, hogy biztos, hogy jó-e. És hogyha minden passzol vele, akkor beteszem majd a leírásba, és akkor ott le tudjátok ti is tölteni, illetve hozzá tudtok ti is jutni. Vágjunk bele! Na hát így néz ki maga a táblázat, ahogy itt látjátok, nem egy túl bonyolult. Itt vannak, hogy megadandó adatok, tetőhajlásszög mondjuk legyen 25 fok, tetőszélessége, ugye ez akkor gondolom, hogy talpszelemen külsőtől talpszelemen külsőig, ez legyen mondjuk 600 cm, ereszszélesség, ez a falon túllógó rész 50 cm, tarészelemen, csúcselemen vastagság, ez mondjuk 10 cm, legyen egy 10x10-es, derékszelemen síkszélesség, ezen gondolkodtam, ezt úgy gondolom, hogy a vízszintes pozíciója a középszelemennek. Hát, hogyha 600 cm, akkor legyen 150, ha 600 a szélessége, legyen 150, mert akkor az körülbelül a szarufa közepénél lesz. Oké, és ahogy látjátok, itt egyből ki is számolja, szarufahoz, ereszt túllógás az első kármiig, középső kármiig, élnek a hossza, ott is az első kárminak a mérete, a másodiké, a középszelemen kármia, és a csúcsmagasság, ez a csúcstól vissza, hogy hány centi, és akkor még van középszelemen magasság, tarészelemen magasság, fogópárhoz, és a csonkaszelemennek a felső szöge. Na hát, mielőtt megosztom veletek ezt a táblázatot, hogy használjátok, előtte arra gondoltam, hogy azért ellenőrizzük le, hogy ezek a méretek biztos, hogy teljesen jók-e vagy stimmelnek. És van egy program, ezt már többen ismeritek, a Vetónak, ez a Lignicon Large. Gondoltam, hogy ebben nézzük meg ezeket a méreteket, hogy passzolnak-e. Nem akarom most itt túlbonyolítani. Egy egyszerű tetőt csináljunk, van erről videóm, hogy hogyan kell ezt használni, illetve a large-ról talán nincs, ami biztos, hogy itt az épület szélességünket a 600 cm be kell állítani, a hossza meg végül is teljesen mindegy, tovább, 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 és akkor profil megmunkálás, na várjatok, mert így, oké, útba lesz, nem fogjuk látni, ezt ide félrehúzom, oké, és akkor profil megmunkálás, 25 fokot írtunk ide be, na jó, eltűnt, oké, oda nem kattintgatunk, 25 fokot írtunk oda be, akkor ide is beírjuk a tetőhajlás szögéhez a 25 fokot. A profil szélessége, az azt jelenti, hogy az épület fele, ahol a gerincünk lesz, hát akkor ha 600-at írtunk a táblázatba, ide, akkor ide értelemszerűen a felét, a 300-at kell, ereszt távolság, ugye látni itt, hogy milyen méretet kér, vagy hogy mit ért az alatt, amit ott ír. Ez nekünk az ottani táblázat alapján 50 cm. Oké, az is megvan, és akkor átmásolom a túloldalra, és akkor mind a kettő fele ugyanaz. Szarufa, mondjuk ez legyen akkor 10x15-ös, ez a népszerű méret Magyarországon. Ezt is átmásoljuk a túlsó felére. Talpszelemen 15x15-ös, lehet 12-es a felső fája, az alapméret, hát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez talán falsikon lesz, úgyhogy akkor 0 centit írok be, mert így lesz talán jó, és akkor ezt is átmásoljuk a túloldalra, elhelyezési magasság, ezt tegyük 0 centire, és majd megmondom, hogy miért gondolom úgy, hogy ez így jó lesz. És akkor ezt is átmásoljuk, mert könnyebb lesz visszaellenőrizni ezeket a méreteket. Székszelemen, az is a tipikus
15x15-ös, a felső faz maradhat 12 derékszögre, és itt elhelyezési magasság van bejelölve, de mi az alapméretet a 150 centire állítottuk be, illetve azt írtuk ide be. Remélem, hogy jól értelmezem ezeket a értékeket, illetve megnevezéseket. Oké, átmásoltam ide is. Fogópár. Hozzunk létre egy fogópárt. Automatikusan beteszi ide alulra, de nem is tudom. Hát jó, hagyjuk ott, meglátjuk, hogy jó lesz-e. És a gerincszelemen az pedig akkor szerintem 10x10-es, mert ha megnézitek, itt 10 centi a csúcsszelemen vastagsága. Oké. Jó. Kakasülőt nem. Oké, több oldalra másoljuk, ide is és ide is. Felvesszük. Jó. Tovább. Oké. Tovább. Itt még meg lehet adni az él és a vápának a méreteit, mivel élről van szó, ezért a 10x15-ös tökéletesen megfelel, kész, és akkor beillesztjük magát a kis épületet, így amire nincs szükségünk, azok a falak, meg ez a zöld pacára se. Oké, szóval így néz ki maga a tető, aha. A kontyoknál nem kellett volna a fogópárt beállítanom. Oké, ezt kapcsoljuk akkor le. Profil módosítás, kiválasztom ezt a kontyot, és akkor fogópárnál, létrehozásnál a pipát levesszük, több oldalra másolás, itt is. Oké, így jó. És akkor elvileg igen, ott már nincsen. Annyi, hogy ugye itt berajzolt az utolsóhoz is, na várjátok, így berajzolt ide az utolsóhoz is, ezt ki lehet ott törölni, de most nem foglalkozunk vele. Ami nekünk fontos, hogy akkor ellenőrizzük le, hogy ezeket a méreteket ugyanúgy beírtuk a programba is, hogy a szarufa hosszok stimmelni fognak-e. Nézzünk akkor egy metszetet, a nagy tetősíknak a metszetét. Oké. Na, így néz ki. Oké, kezdjük akkor azzal, hogy szarufa hossz 386,2. 386,2 szarufa hoztunk eddig, stimmel, eddig szuper. Ereszt túllógás 55,2, ugye az első kármiig. 55,2. Jó, szuper. Derékkármi 220,7. 220,7. Ugye itt a szelemennek a hát, hogyha ez a külső oldalunk, már pedig épületen kívüli rész ez, szóval a fal külsőtől, ha nézzük, akkor azt, ha felfüggőzzük, akkor ezek azok a méretek. Na, van még itt olyan, hogy derékszelemen magasság 69,9, 69,9, ugye itt a szelemen alja van megadva, mert a nulla az a talpszelemen alja, és a középszelemen alja is így van megadva. Csúcsszelemen magasság 139,9, nálam 142,6. Valószínű, hogy ő kisebb kármival, kisebb felső fával számolt, és azért jött lejjebb. Igazából az mennyi? 2,7 centivel. Azt mondom, hogy ez még megbocsátható, ez még nem nevezném hibának. A fogópárunk 300 centi. Na, ez nekem itt gyanús. Már itt nekem 502,2-t ír. Várjatok, csináljunk egy ilyet, hogy mérés, és mondjuk, nézzük meg a szelemen külsőtől, szelemen külsőig, így, és akkor látjátok, 300 centi, nem mentsük, 300 centi, szóval itt a fogópár esetleg, ha fölé lenne téve ide, de az se segít, mert attól még szóval a fogópárt, hogyha a szelemen fölé tesszük, se lesz jó, mert ugye van egy túllógása itt még a fogópárunknak. Jelen esetben, megnézitek, ez a túllógásról beszélek, ez a 42 centi. Szóval a fogópár mérete valamiért úgy látom, hogy nem stimmel. Remélem nem én rontottam el valamit, de ez egyelőre nem tűnik úgy, hogy stimmelne. De a többi az jó, és ez nagyon meglepő. Na, de nézzük az éleket. Rámegyünk vissza a 3D-s nézetre.
kiválasztunk egy élt. Nem, nem etetősíkot, nem mindjárt ezt lekapcsoljuk. Így. És akkor kiválasztottuk mondjuk ezt az élszarufát. A teljes hossza 521,2. Hát igazából a teljes hossza az nem annyi, hanem 526,5. De én értem, hogy miért ezt adta meg, mert hogyha megnézzük a felülnézeti rajzát, 521,2 az ez a szaggatott vonalunk, a közepe, az élszarufa közepénél megadott teljes hosszát kell itt érteni, és ez azért is jó, mert a közép szelemen kármiánál, a szívkárminál is középen van megadva a méret, biztos vagyok benne, de nézzük meg. 297,8, 297,8, igen, és 74,5 ereszt túllógásnál, szóval itt mindegyiknél a szívkármik középső csúcsa, vagy hegye van megadva. Szóval jelen esetben az él teljes hossza az a él közepénél számolva, onnan még egy picit hosszabb a valóban teljes hossza, mert 526, tehát egy 5 centi, kicsit több, mint 5 centivel. Na de akkor még van egy olyan, hogy csúcskármi az 7,4, és az, ha minden igaz, 7,4, nézzük inkább a oldalnézeten, talán úgy jobban látható. Hú, de rossz ilyen picibet, de hogy akkor nem látjátok az oldalát, aki teszem nagyba. Szóval 513,7 és 521, az 7,4, azt ki kellene számolni, kellene egy számológép, várjatok, keresek egy számológépet. 1 milliméter van benne, mert az 513,7-hez hozzáadjuk a 7,4 centit, akkor 521,1-re jön ki, szóval egyetlen 1 milliméter. Jól számoltam? Na várjatok. 521,1. Igen, 521,1. 1 milliméter van benne, de én azt mondom, hogy ez megbocsájtható, mire kifűrészeljük is lesz benne. Jó eséllyel 1 milliméter. Szóval akkor az élnek a méretei stimmelnek, a szarufa méretei, ugye, amit itt a metszeten látnánk, a főtetőnél, ezek stimmelnek, a fogópár nem. Majd, hogyha nem tudom, hogy kitől kaptam ezt a táblázatot, hogyha nézed ezt a videót, akkor arra kérlek, hogy írd majd meg, mert lehet, hogy én nem értelmeztem valamit jól, vagy én számoltam valamit el. Illetve hát én biztos nem számoltam el, mert a program számolta, nem én. Na de még akkor nézzük meg, hogy a csonka szelemen felső szöge az tényleg 47,81 fok-e vagy nem. Itt egy ilyen kis felülnézetünk, kiválasztunk egy csonkát, például legyen ez. És akkor ennek van egy felülnézete itt alul, 47,81 és 47,81. Na, szuper! Szóval, ha csonkaszelemenünk tetejére ezzel a 47,81 fokban rárajzolunk, vagy rajzolunk egy vonalat, illetve ha van egy alfa vinklink, vagy egy olyan szögmérős derékszögünk, amivel tudunk szögben rajzolni, ugye, mekkora volt? 25 fokos hajlásszögű a tetőnk, szóval ez egy 25 fokos vonal kell legyen, ez meg egy 47,81-es vonal. Szóval, hogyha ezt megrajzoljuk, akkor a csonkákat ez alapján ki tudjuk vágni. Hát azt hiszem, hogy ez működik. Ez a tervező táblázat, vagy tetőtervező segédlet néven fut. Én így kaptam. Szóval ezeket, hogyha használjuk, akkor szerintem egy egyszerű tetőt, például, mint amilyen ez, amit most itt rajzoltam, egy ilyen egyszerű tetőt mindenféle tervezés, vagy komolyabb tervezés nélkül simán le lehet szabni, akár előre az éleket is. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a táblázatot. Jó volt így megnézni, vagy jó volt, hogy így visszatudtam ellenőrizni ezzel a tervező programmal, mert így akkor bátran merem ajánlani nektek is. A fogópáros részével még van kérdésem, de erre majd még visszatérek később, hogyha kapok rá esetleg választ, hogy mi lehet a hiba benne. Jó,
Hát ez a tervező program, ez egy közepes árkategóriájú, amit itt lehet vele látjátok, hosszlapolást csinálni, lehet ezt a ferde rálapolást, ferdefogas rálapolást, vágás, illesztést, levelet élezni valamik a tetejét, soha egy-két dologra ez képes, amivel jobb, mint az a olcsóbb verzió, hogy például tudunk vele ilyen részletrajzokat csinálni, akár az élekről, ugye itt az élnél a visszavágását is látjuk, hogy hány fokos szögben kell visszavágni, hogyha vissza szeretnénk. Az élnek a hajlásszögét is látjuk, hogy 25 fokos tetőnél 18,2 fok. Szóval, ha érdekel benneteket, ez a Lignicon Large nevű program, és ennek is beteszem a linkjét a leírásba, veto.hu-n meg tudjátok találni, amire szeretnélek kérni benneteket. Szóval, amire szeretnélek kérni benneteket, hogyha felmentek az oldalra, mielőtt vásároltok, inkább kérdezzetek rá, ott van telefonszám is, talán e-mail cím is, ahol lehet érdeklődni, mert nem mindig napra kész az oldal. Vannak olyan árak, vagy olyan gondolatok ott, amik nem feltétlen aktuálisak már. A srác, aki foglalkozik vele, nagyon sok más dolga is van. Persze, ez minket nem boldogít, de inkább kérdezzetek rá, hogy mennyibe kerül, ami kérdés felmerült, tegyetek fel mindent vele kapcsolatban, hogy ne járjatok úgy, hogy esetleg megrendelitek és menet közben derül ki, hogy nem az az ára, vagy valami nem pont olyan, mint amilyenre ti szerettétek volna. Ja, köszönöm szépen tényleg még egyszer ezt a táblázatot, szerintem tök jó, szuper kis táblázat, ez jól lehet használni egyszerűbb tetőknél, ha kicsit bonyolultabbakat akarunk csinálni, vagy látványterveket, akkor viszont a Lignicon XL Large. Ugye ez a large, ennél még van egyel jobb az XL, és utána még van egy jó pár, amit például én is használok. Na de nem igazából nem erről szól ez a videó, ez csak hasonlítás, vagy összehasonlításképpen csináltam. Köszönöm szépen, srácok, ha megnéztétek a videót, hálás vagyok ezért a táblázatért, és nem tudom, mikor jön a következő, mert a következő videó, mert ugye a héten Szabin vagyunk, illetve úgy néz ki, hogy talán januártól vagy februártól működni fog a vállalkozásom most már nagy nehezen, és akkor azzal kapcsolatban van egy jó pár dolog, amit még elő kell készíteni, el kell intéznem, de idén még szeretnék csinálni videót. Jó pihenés mindenkinek, és kitartást a rossz időben a munkához fenn a tetőn, elég hűvös van most. Nekünk a héten szerencsénk van azzal, hogy itthon lehetünk, de az év vége biztos kemény lesz, mert ezt egy hetet biztos majd valahogy be kell hozni. Na, srácok! Tényleg köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a videót, írjátok meg a kommentben, hogy használtok-e ilyen vagy hasonló táblázatot, használtok-e tetőtervező programot, akár ezt, akár mást, és hálás vagyok, ha megosztátok minél több emberrel, hogy minél több személyhez eljusson. Egy-egy videót nagyon sokan megosztottatok már, és ezért köszönök is nektek mindent. Jó, akkor szép napot, vigyázzatok magatokra, sziasztok!